Sziasztok! Millió csók és puszi mindenkinek! Srácok, hoztunk nektek egy újabb videót, egy jó kis vlogot. Mégpedig arról fog ez a vlogunk szólni, hogy ugye van a tesóm Rituka, és ugye a nappaliában Lambéria van, úgyhogy most oda megyünk, hát tudjátok, van nekem egy férjem, Rácz Krisztián, aki ezermester, tehát ugye mindent is meg tud csinálni, úgyhogy ilyen megvette Rituka a szegőléceket, úgyhogy megyünk, felrakjuk nála, akarom mondani, ő is Laci, felrakják nála. Most épp szedjük össze a holmikat, kis csavarok, kalapács, meg minden, ami kell, fúrót itthon ne hagyd, már most mondom előre. Közben mi, ugye tesom, a progizunk egy jót, jönnek a gyerekek is, úgyhogy ha van kedvetek, akkor maradjatok itt, és tartsatok velünk ebbe a videóba. Na, itt is vagyunk. Úristen, a szemembe süt a fény. Na mindegy. Felvettük a Lacikát, itt van hátul. Megérkeztünk közben. Úgyhogy most a fiúk kiszedik a szerszámokat, és megyünk befelé. Én állok bozogban. Hát jó, teszed, hát. Tele van cuccal a kocsi, ne kelljen. Letépi az alját, Jézus. Itt már karácsonyi stíl van. Mondjuk karácsonyi hangulat. Nálam is több soká karácsonyi hangulat lesz, mert ma a teraszomon az utolsó simításokat végezzük, de majd fogok nektek volna videót csinálni. Így vagyunk. Á, gyönyörű. És még nincs kész neki sem. Ezt a szarvast azt tőlem kapta Iba. Jön még a télapunk, egyik más, stb. Mi egymás. Gyertek, majmok! Gyertek, vágókkal, csinálni kell felfele, nyomni kell felfele, csapásokkal, mindenekkel. Jó, kedvő, hogy fogadja Krisztián krumplis tésztát? Csá, Vioka! Amúgy van elmét, akkor egy csináltam oldalra, és teszek fel, szereted? Pizza rendelések, mindenek. Nem, de egy főzök a Krisztiánnak. Legjobb! Na, hogy köszöntöm a tesám. Na, a helyzet a következő, hát én itt maradtam, itt a tesim, testnevelésem. Csinál mindenkinek, gyerekek, beszélni, nem tudok, arcam be van dagadózva. Ó, mutass csak meg, milyen csúnya volt neki egy... Implantátumot csinálnak Isten. A fogamba, és nem tudom, nagyon fáj, halál a májra, gyerek. De csontja megjepett neki, mindig komplikációk vannak, ha ő bármit is csináltat. Úgyhogy ő most beszélni alig tud. Na, Krisztiánéknak vissza kellett menni. Derecskére. Biztosan láttátok a videóm elején, hogy külön figyelmeztettem, hogy a fúrót rak be. Mit csinált? Otthon hagyta a fúrót. Újra venni és haza kellett neki venni a fúróért, hogy most ez van jelenleg. Itt van Erik. Sziasztok! Hol? Itt. Ja, azt hittem, ottam. Itt a többi nép, mindenki itt van. Úgyhogy erről van szó, ezt a lambériát kell megcsinálni, a színére kell rátenni a szegőket, stb. Mi egymásokat. Hát menet közben észrevettük, már most bepakoltunk, már vágnánk el az élvédőt, hozzá akartunk kezdeni, mérgettük fel a dolgokat, aztán észrevettem, hogy mindent betettem, de mindent, csak egyetlen egy valamit felejtettem el. És az a legfontosabb, a fúró. A kis fúró, a kis fúró. Anélkül nem boldogulok, mert párnafát rögzíteni kell valahogy a dűbelbe, fúrni kell, úgyhogy elhoztam a töltőjét. Én gondolkoztam, hogy magában, hogy mondom, a fúrót, azt be kell tegyem. Már itt van, mondom, a töltője, de mégsem tettem. Úgyhogy mehetünk haza derecskére. Fúrót. Egy fúrót, igen. Találják ki valamit, hogy mit tegyek itt magammal. Nem tudom, mit kéne. Van itt a fogát, ugye, hogy itt műtötték, és akkor itt van a damil benne, amivel összevarták. Innestől idáig van a felső. Így összevarva, és itt már kiszúrta neki. Már ki van lyukat, mert azért van benne egy így úzó réteget, átszúrt az úzó réteget végén. Na, majd mindjárt jelentkezek vissza. Igen, akkor szeretnénk egy nagy sonka kukoricás dupla sajta. Igen, egy hét vezér dupla sajtal, az is nagy. Igen. Mit kértek, elég fiam, mit tennél? Azt mondja, igen, de milyen pizza felvénye? Fúrjó! Meg még akkor lesz egy sonka kukoricás nagy, dupla sajt. Miért nem békünöst választom? A gyerekiknek kell több pizza. Egy, ma vettél nekik? Ha. Kiszállítás lenne? A Hajdúszobátra. Van gépen is 60 FPS, melyik olyan? Gépen. Ez a
Itt a kicsi babám, a kicsi babám. Köszönj el, Eliott, mondja, szia! Adja nénikének puszit. Adja már nekem csókot. Adja Lizának puszit, csókod meg a Lizát. Tapsoljál már, Eliott, mutasd már meg, milyen ügyesen tud. Hagyja, tud tapsolni, tapsoljál. Tapsi, tapsi, babának, cukrot ad a babának. Tapsoljál, szerelmem. Olyan szépen kis maci kezével, olyan jól tud tapsolni. Direkt nem tapsol. De hagyja, tud tapsolni amúgy. Mondjad már neki, hát ha neki. Tapsoljál, szerelmem, tapsi, tapsi, mamának. Tapsi, tapsoljál. Te is. Hogy kell tapsizni? Mutasd már, amit felhívtál. Kis grincsem. Nézzétek, milyen jó húsban van a kis grincsem. Most nem akar tapsizni. Most nem akar. Hagyjátok engemet békénbe! Liza, mondjatok, adjál pacsit, tartsd. Adjál pacsit, Lizának. Tudod, szeresen. Idegesz. Tapsi, tapsi, csináljad! Ügyes vagy! Azok a szemet nála, nézzétek meg azt a szemet! Életem nem! Jó, de szeretlek, macikám! Kis maci! De szeretem! Rubina, Krisztiánkát! Hallgass Krisztiánkát! Itt vannak a pizzák, amiket a tesimben. Mennyit fizettél, testvérem? OMG! 16.132 forint. Nincs ajtósa, ezt szeretem én. Ez tudod még, ha még múrkor ízlet neked, nagyon. Ez nagyon kincsó. Itt van gyerekem sorhapús. Van jó, még egy sorhapús neked. Meg nekünk egy magyaros. Fiunk haladnak a munkába. Várjál, az egyik nem mérges. Ez. Akkor ez ilyen csípős. Amúgy ez a nagy. Egy ilyen tár. Jó lesz? Jó, ez meg szontotus. Gyereket ezt teszik. Várjál, segítek én hét. Nincs jó látvágva, várjál. Várjál, életem segítek én, jó? Segítek én neked. Egy kis csúri, csúri múlik. Hagyj! Tessék életem! Egyél a nácska! Hideg a kólerik, leellenőrizted? Az a ízés, az amit múltkor mondtátok, hogy nagyon finom, az meg a csinkos. Az nem kell, az nem kell. De közben megmutatom nektek a fiunkat is, hogy mit művelnek itt. Itt vannak, itt csinálják a lambériát, ugyebár itt van, hogy nevezik ezt, nem tudom, ajtófélfa. Mi volt a doboz. Itt az ajtófélfa, és akkor itt kell befedni ezt a részt. És akkor Krisztiánék befúrják, meg raknak rá ilyen élvédőket. Ugyebár, ugye, Krisztián? Na, haladnak a fiúk. Ugyebár láttátok, hogy milyen állapotban volt így a széle. Itt is szépen fel van már rakva. Az Erikék szobája ajtajánál is. Ott is. És akkor? Mi csinálunk? FIFA partiba vagyunk. Mi? Ez nem is az, FIFA party, mondom, tekken, nem. Tekkennel játszanak. Hát én ezzel nem tudok játszani, mert folyamatosan kikapok, de jó van, az nem baj. Mi ez, hogy Laci párat vagy, Máté se van? Nem. Az egész életben. Nagyon szép. Krisztián, mi a helyzet, jó vagy? Nézzétek meg, itt Saugorom olyan meleget csinált, hogy nem bízgett lenni. Krisztián bundás kabátban van. Krisz, fordulj ide! A gyerekek, elérkezett 1:45-kor az idő, hogy hazamegyünk. A Krisztián úgy döntött, hogy ő még akarja csinálni. Hát én már mondtam, hogy jöjjünk haza, úgyhogy most megyünk haza. Na, sziasztok újra. Hát gyerekek, másnap van. Nagyon elfáradt a Krisztián este. Úgyhogy most újra átjöttünk. Közben a tesómnak megérkezett az ebédlasztala. Megmondom az őszintét, hogy brutál. Nézzétek, ma megmutatom nektek. Ilyen szép. És hát ugye ők folytassák továbbra is Lacival a szegélyek felrakását. Végére sajnos most nem vettem fel nektek, de Krisztián rakta össze. A székeket azokat nem kellett, azok így egybe jöttek, viszont az asztal az így darabokba volt, úgyhogy ő neki kellett meg a Lacinak összefogni. Pacet a stíl. Itt vagyunk, most így vagyunk. Tesám az most kelt fel nemrég.
azon morfondírozunk, hogy milyen szép asztal díszeket fog ide venni, mert csak hogy mi egymás. Jó lesz ez. OMG. Nem jön megfelelő a világító, amiket rendeltél. Amúgy elég korán van, még 9 óra van. De hát azt már ma mit tudunk már mióta. Vagyok, hogy 70 éves. Most kelt el a testvérkém. Ó, jéko, hogy aztán van neki Istenem, gyönyörű, imádom ezt az asztalt. Elfogadnám én is az óra, csak ott nálunk egy kicsi konyha, hogy ő. Hát ez beraknám, most viszontlátás volna, már az ajtó nem tudná bejönni. Ez neki nagyon szép a nappal, ilyen szép nagy tágas. Hát igen, csak én sem nem még így is kevés neki is a hely. Hát, most fordírozunk, hogy ezt a ülőgarnitúrát, mert az van kettő szép. Jó, az egyik, hogy rendezzük, hogy jó legyen. Hát ő, amilyen bániája van, még rendelt még egy ülőgarnitúrát, hát az bozális. Azért, mert legyen az... Ott megvan neked fotón az az ülőgarnitúra? Ja, megnézem, szerintem igen, megvan. Lehet, hogy te meg is küldted. És akkor még azt is be akar ide iktatni, hát mondtam neki, hogy van. Amúgy kéne el kétszer ekkora a nappal, azt akkor pacetni. Hát akkor így van. Azt mondtam neki, hogy én mit szóljak, nekem ilyen kicsi a kis konyám, azt oldja meg azt, hogy ugye Krisztiának ott van az asztal, aminél ő dolgozik, akkor legyen egy kis kanapé, és ott az ebédlasztal, a konyhaszekrény és minden, és nekem kicsi a konyhám, és meg én megoldja. Hát amúgy ez illik hozzá, ilyen, amit... Ó, ez nagyon nagy, ez nem fog itt elférni kényelmesen. Valamit ő meg kell váljál. Mondjuk ének a kényszerűen. Nem bírjuk amúgy, nekem is annyit akarítni, valóban utol se tudom, melyiket csináljam. De gyorsan átjöttünk, mert megbeszéltük Krisztián, hogy gyorsan most ezt lezargassuk, hogy menjen le rólunk ez a gond, mert nem hagy minket békén. Hívusgál, zaklat, szekál, este 10-kor. Mondom, álljon már meg a menet, amit gondolsz te magadról, hát majd reggel jövünk. Már elfáradtak ők is, Krisztiánék is, meg hát sok a dolog, de hát... Hát mert minden küldet szakrassuk. Bármivel kapcsolat. Igen. Minden is okos. Beraktam a bizsúfűbe valahogy a fülembe. Ez fáj a fülem. Tőle, nem tudom. Na. Halad itt a munka. Ám, a brutális takarítást tervezek. Az a megyek, bekapcsolom az zenét. Ez a stíle. Nézzétek meg, gyerekek, nem jön most, de őszintén a... Hát azért ez már... Adja. Leszették, amikor csinálták az áramokat. Az összeset leszették ezek? Jaj, Krisztián, tudni volt itt. Felittem én azért. Villogók azért. Ő megbeszéltük, hogy nekem ezt az egész lambériát. Igen, ezt már mondtam a nézőimnek, hogy itt mindent ő csinálta. Mert vezetékeltettük a házat, mindenfele megbontották, leszedegették, most azokat javítsa kifele, mert én sírtam, érte szó szerint. Megbeszéltük Ritukával, hogy nem fogunk villogókat kirakni, majd csak együtt. De megszegte a törvényt, már nem bírta ki. Hát mert függön cseréltem, ablakot takarítottam, na mondom, akkor zsa, adjad neki. Nézzétek, milyen szép ez a villogó. Majd akkor lesz az is, hogyha kész lesz. Én nincs vagy csinálva, csak gyorsan feldobtam, hogy már nem bírta kivárni. Már nem bírta az ilyen meskis idő. Most az hova fog kerülni? Ide. Rakd csak oda, hogy mennyivel másabb nézzük. Hát ma ott alul nézzél, csak oda milyen szép lett. Ott akkor aha. Ott sem vagy. Ide fog jönni. Hát ez így másabb. Lacika, hogy érzed magad, jó vagy? Nagyon jó. Sok vannak a legközelebbi program. Na, végeztünk nagyjából. Na, lelkem, nagyon köszönjük Sokból. Szívesen, még kellene egy pár darab élvédő. Oda például, oda lentre. Oda lentre egy cent is. Jó, vagy Sokból, hát azokat összeszámolod, már az már nem sok. Kell az, hogy a belső. Itt is szépen meg lett csinálva. Jó. Kell takaró. Hát igen, a takarítás meg majd a tesámékra fárul. Ide, ide, ide. Oh my God.
És akkor gyönyörű lesz, melyik gyönyörű lesz. Folytatjuk. Az asztal az meg csodálatos. Na úgyhogy te sem jött a takarítás neked. Ja, meg még a izé is lesz rá, spotlámpák. Jó, ne adjad már nek a feladatot, jó? Mert nálam meg nem végez. Nem most. Ezek kégre, ezek a kék? Igen, az hasza, az nem jó, de van rá, mert most időkül szeszél. Na jó, srácok, majd jövünk holnap majd a folytatásra. Holnap is elmehetünk. Én is megyek. Holnap fotózás lesz a két gyereknek, csak mondom, hogy úgy ittassátok a napotokat. Hát a Eli ott meg a kislánya, Stefáné, anyu most mondta, úgyhogy na ez az. Na jó, hogyha bármi izét találtok, ilyen karácsonyi fotózásos kiegészítőt, akkor azt vegyétek meg. Mondtam anyuval, már majd van beszélve. Oké. Na jó, srácok, majd folytassuk, sziasztok!